Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Miszós, szeptember 18-án. A hold mozog a föld körül, és ebben a mozgásban van egy olyan pont, ahol a hold közel áll a földhöz. És ez történik a mai napon. A hold kihat az érzelmeinkre, és egy ilyen napon érezzük a reményeket, érezzük az álmainkat, a vágyainkat sokkal intenzívebben, mint egy más napon. Mivel a hold közel van a földhöz, ez azt jelenti, hogy ez az álom megvalósítható. A hold a mai napon kapcsolatban áll Merkur bolygóval, együtt hatnak. A hold gyorsan mozog, tehát el fog távolodni Merkur bolygótól, de azért érezhető. Itt beszélgetésekről van szó, ami az érzelmeket illeti, de az is lehet, hogy jön egy hír, és kihat az érzelmeinkre. Ez lehet egy öröm, de lehet bosszúság is. Az is egy érzelem. A hold a mai napon a Hasta holdházban található. Ez a holdház Vindemiatrix csillag hatása alatt áll. A Vindemiatrix csillagot régen a görögök és a rómaiak nagyon-nagyon kedvelték. Vindemiatrix az a bor istennője, mondhatnám így. És mutatja azt, hogy mennyire fontos a zene, a tánc, a vidámság. Az is lehet, hogy jót tesz egy pohár bort inni. Ne túl sokat. A mai napon van egy jó kapcsolat a nap és egy visszatekintő Szaturnusz bolygó között. Az segít abban, hogy a terveinket megvalósítsuk. Pontosan azt, amiről mi álmodozunk, hiszen a hold közel áll a földhöz. Ez érezhető lesz. A mai napon van két quincunx aspekt. Az bizonytalanságokat jelent, különösen a férfiaknál, mert Mars bolygó kapcsolatban van ezzel a quincunx aspektussal, mégpedig a nap és egy visszatekintő Mars bolygó quincunx kapcsolata. Én ezt egy ingával szoktam elmagyarázni. Képzeljétek el, van előttetek egy inga. És én megkérdezem, mondjátok meg, hogy melyik irányba fog kimozdulni. A válasz nem tudom, fogalmam sincs. Talán jobbra, talán balra, de az is lehet, hogy ki sem mozdul. Így érzik magukat a férfiak. Mivel Merkur bolygó és egy visszatekintő Neptun bolygó között szintén ez a quincunx kapcsolat van, így beszélgetésekről van szó. A férfiak nyitottak arra, hogy érzelmekről beszéljenek, viszont ha konkrét kérdéseket tesztek fel, hogyan tovább, vagy mit tervezel, vagy mit szeretnél elérni a következő napokban, hetekben, a válasz nem tudom, fogalmam sincs. A mai napon van egy jó nőies energia, és az azt váltja ki, hogy a hold és a Vénusz bolygó között van egy úgy nevezett szextil kapcsolat. Ez jó, ez kellemes, mindkettő a hold is, Vénusz bolygó is, a nőies energiát,
a nőies kisugárzást szimbolizálja. Tehát összefoglalva mondhatnám azt, a férfiak bizonytalanok. Mi, hölgyek, érezzük a nőiességünket, van egy biztos fellépés, van ez a kisugárzás, de ne tegyünk fel komoly kérdéseket, mert ezt ők, a férfiak, úgysem válaszolják meg. Viszont hihetünk az álmainkban, mert ez meg fog valósulni. És ez volt a napi felvételem Mizó is szeptember 18-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!